A rootkiteket eredetileg a Unix-Linux operációs rendszerekre készítették, és ottani céljuk a legmagasabb, az úgynevezett root, vagyis rendszergazda szintű jogosultság megszerzése volt. Ezzel ugyanis át lehet venni az adott számítógép feletti irányítást. A Windows-t futtató gépek esetén más a helyzet, itt elsősorban programok, futófolyamatok álcázása, biztonsági alkalmazások elüli elrejtése a cél. A rootkit beépül a Windows operációs rendszer függvénykészletébe, és azt magára irányítva ellenőrzi, átalakítja annak eredeti működését. Ha például egy olyan könyvtár listázására adunk utasítást, amelyben a rosszindulatú kódot tartalmazó program található, akkor ennek neve a manipuláció révén hiányozni fog a listából. Minden parancsforgalom az ellenőrzése alá kerül, és eltéríti a felhasználói függvényeket. Ha a rootkitet távolról vezérlő hacker úgy kívánja, bármilyen más állományt is elrejthet így módon a gépünkön, többek között távolról feltölthet rá illegális anyagokat is. Bár a rootkitek csak néhány éve kerültek az érdeklődés középpontjába, valószínűleg már korábban is használatban voltak, csak nem mindig vettük észre őket. Nehezíti a küzdelmet, hogy a rootkitek több fajtája nyílt forráskódú, azaz mindenki számára hozzáférhető, emiatt bárki kisebb módosításokkal új kártevőt hozhat létre. Önmagában a rootkit technológia nem jelent veszélyt. A nagy gondot az jelenti, ha ezt a technikát különböző számítógépes kártevők, vírusok, férgek, kémprogramok elrejtésére használják. A rootkiteket többször is felhasználták már a digitális jogkezelésben másolásvédelemként. A leghíresebb ilyen eset a Sony BMG volt, ahol audio CD lemezekre került titokban olyan rootkit, amely illegálisan jelentette a felhasználók szokásait. A rootkitek elleni védekezés legfontosabb követelménye, hogy a fertőzést lehetőleg még annak aktivizálódása előtt ismerjük fel. A speciális, önálló programként létező felismerő programok, például a Rootkit Reveler, képesek a különféle rendszereltérítéseket, úgynevezett húkokat észlelni. Léteznek már olyan vírusírtók is, amelyek heurisztikus technológiájuknak köszönhetően a rootkiteket már proaktívan is felismerik, és képesek kikerülni a meghamisított függvényhivatkozásokat, ezáltal a programok tényleges állapotát látják.